Felavatta Egyiptom legnagyobb kopt keresztény katedrálisát és egy mecsetet Kairó keleti részén Abdel Fattah el-Sisi elnök. Mindez csupán egy nappal azután történt, hogy bomba robbant egy kopt templom közelében. Éppen ezért vasárnap a kopt karácsony estéjén megerősített biztonsági intézkedések közepette rendezték meg az első misét az új Születés katedrálisa nevű templomban. Az elnök, aki a keresztények védelmezőjének tartja magát a szélsőségesekkel szemben, a hívők előtt azt hangsúlyozta, a katedrális és a mecset együttes megnyitása az egység üzenetét hordozza. A kopt keresztények Egyiptom 100 milliós lakosságának nagyjából a 10%-át teszik ki. Vasárnap egy tűzszerész életét vesztette, amikor hatástalanítani próbált egy bombát, amit Nasr város kopt temploma mellett helyeztek el. A merényletért senki sem vállalta a felelősséget, azonban iszlám felkelők az elmúlt két évben több mint 100 kopt keresztény halálát okozták támadásaikkal.